Jó estét kívánok! Az Icsi színpad előtti tér kiürült, a színpad elcsendesedett. A székesfehérvári királyi napok ugyan még tart, de a 23. Nemzetközi Néptáncfesztivál napjai elszálltak. Ha velem tartanak, megtudhatják, hogyan zajlott ez az öt nap. Kultúráját hirdeti a görögországi táncegyüttes. Utcatánccal és a nyitógálával kezdődött meg szombaton este a 23. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál. A Baskír Köztársaságból, Bulgáriából, Csehországból, Franciaországból, Görögországból, Indiából és Mexikóból érkezett táncosok a házigazda Alba Régia táncegyüttes tagjaival együtt vonultak az Alba Pláza Városház tér Mátyás Király emlékmű útvonalon az Icsi-Ligeti színpadhoz, és mutatták be népük kulturális örökségének egy-egy mozzanatát. A nyitógála előtt Cserpalkovics András polgármester megköszönte a vendégegyütteseknek, hogy elhozták kultúrájukat Fehérvárra, és megörvendeztetik a királyi napok közönségét. Nagy tisztelettel, szeretettel köszöntjük a különböző országokból, nemzetekből érkezett együtteseket, akik hoztak valamit a saját kultúrájukból, saját zenéjükből, saját táncukból, és megörvendeztetnek bennünket ezzel a következő napokba. A meghívott táncegyüttesek úgy szórakoztatták a közönséget, hogy közben betekintést engedtek kultúrájuk rejtelmeibe. A világ különböző pontjairól városunkba érkező táncosok és zenészek igazi fesztivál hangulatot varázsoltak a főutcára és az Icsi színpad környékére. Az ötnapos fesztivál során esténként a különböző néptáncegyüttesek mutatták be hagyományos táncaikat, emellett gasztronómiai bemutatók és királyi gyermekjátszók is várták szombattól a közönséget. Az idei néptáncfesztivál immár a 23. volt a sorban, mely a Vidámparki szabadtéri színpadból nőtte ki magát. 80-as évek végén, 90-es évek elején Botos József, az akkori Alba Régia Művészeti Együttes vezetője, kitalálta, hogy ugye az Alba Régia Táncegyüttes évek óta részesei a különböző nemzetközi fesztiváloknak, és eközben számos barátra, kollegális táncegyüttesre tettünk szert. Így a 80-as évek végén Kanadából a Makina Táncegyüttes, Finnországból a Rimparem, és úgy emlékszem még, mint táncosként, hogy Strasbourgból is jött egy csoport egy kurzusra ide, és az akkori vidámparki színpadon, szabadtéri színpadon, ott adtunk egy gála műsort, és ez az ötlet adta az egésznek a tovább élését, illetve elindítását, hogy Botos József úgy gondolta, hogy 96-ban szükség van a városnak egy ilyen rendezvényre, és azt hiszem, hogy sikertörténetet írhatunk, ugyanis a városunkkal együttműködve már 5 éve egy 10 napos komplex rendezvény sorozattá nőtte ki magát a királyi napok. Az, hogy tovább tudjuk vinni és tovább él ez a rendezvény, az mindenképpen a tegnapi zárógálán is kiderült, hogy fantasztikus és fanatikus közönségünk van, akik ha esik, ha fúj, mindig ott vannak, és úgy gondolom, hogy megérdemlik azt, hogy minden évben valami újjal hozakodjunk elő. Ez lehet egy technikai dolog is, például az, hogy mivel más helyen voltak elszállásolva a csoportok, a művészetek házában tudtuk őket egy központi öltözővel ellátni, ami közel volt ugye a nagy színpadhoz és a táncházhoz is, így a csoportoknak ez könnyebbség volt. Egy másik fontos újítás volt idén, hogy a fesztivál házhoz is ment. A szociális érzékenységet előtérbe helyezve kihívásokkal küzdő intézményekbe is ellátogattak a táncosok.
központi óvodába, a Napsugár óvodába, idősek otthonába, a Maroshegyen, tehát 4 szociális intézménybe el tudtuk házhoz szállítani Victoria Rehabilitációs Központ különböző csoportjainkat, és a csoportok visszajelzése alapján a leghálásabb közönség ők voltak. A nyitónapon, amikor már tudtam, hogy megérkezett minden csoport, illetve a nyitónap után, nyitónapján Indonézia is, ők egy nappal később érkeztek, látva a művészeti színvonalukat, látva és érezve az emberi, tehát hogy milyen intelligens csoport mindegyik, azt mondtam, hogy túl szép, hogy igaz legyen, és igaz volt, és úgy gondolom, hogy amióta én vagyok ennek a rendezvénynek a szakmai igazgatója, számomra ez volt az idei a csúcspont. Minden fesztiválunk egy záróaktusa az, hogy a fesztiválról készült rövid kisfilm, vicces kisfilm kerül levetítésre a csoportok részére. Bóka Rihárd kollégám és barátom, illetve az ő stábja segítségével. És hát beleférnek ilyen kis fricskák, hogy mémek a plakáttal, vicces történetek. Számomra a tegnap esti záró ceremóniában, amikor Botos József ötlete alapján a Vastuskóba beütötték a Szeget a csoportok, szinte majdnem mindvégig hölgyek jöttek ki, és zseniális volt, ahogy ők elbántak a Szeggel, és megköszönték ezáltal, hogy Székesfehérvár vendégei lehettek a 23. királyi napokon. Talán felsorolni sem lehetne, hány nemzet járt már városunkban, hányféle kultúrában nyerhettünk be pillantást. A fesztivál néhány napján mindig különös barátságok szövődnek. Évek folyamán nagyon jó barátságokat kötünk a csoportokkal, hívnak az ő fesztiváljaikra. A mai napig is tartom a kapcsolatot például a tavaly itt járt török együttes vezetőivel, akivel megbeszéltük, hogy jövőre is várom őket, mert egy hallatlanul színvonalas együttesről van szó, és már garancia számomra az, hogy tavaly mekkora sikert arattak itt Székesfehérváron. Minden fesztiválnak vége van, mi egy köszönő levéllel megháláljuk az itt létüket, ők pedig megelőznek minket, hogy mikor jöhetnek újra. De köszönetet a város polgármestere is mondott a csoportoknak a részvételért. Szerdán a Városházán fogadta a vendégtáncosokat, akik egy kis énekkel és ajándékkal kedveskedtek viszonzásul. Vége van az egyik fesztiválnak, de már is kezdődik a másik szervezése. Én azt gondoltam ki, és polgármester urat kértem tegnapi napon, hogy minél előbb határozzuk meg a következő királyi napokon belüli Nemzetközi Néptáncfesztivál időpontját, pont amiatt, hogy idén is azért sikerült ide varázsolnunk 4 messziről jött csoportot, Mexikót, Indonéziát, Indiát, illetve Baskíriát, mivel együttműködő partnereink más magyarországi fesztiválokra épülve egy kis fesztivál karavánt kezdeményeztem feléjük. Konkrétan ma a reggel Gyulára exportáltuk Mexikót és Indiát, Debreceni Világkarneválra pedig Indonéziát és a Baski csoportot, és amennyiben Fehérvár városa egzotikus csoportokat szeretne látni, akkor bizony együttműködéssel kell élnünk a többiekhez, mert egy messziről jött csoport 5 napért nem jön el. Szerdán színpompás belvárosi felvonulással és látványos gálaműsorral búcsúztak el Székesfehérvártól a külföldi tánccsoportok. Nem csak a városlakók, a polgármester is búcsút intett a táncosoknak. Cserpalkovics András szerint a csoportok ajándékot hoztak Székesfehérvárra. Mindenki hozott egy-egy nemzetére, városára emlékeztető ajándékot. Ez nagyon kedves ajándékok, amit természetesen a város megőrizés majd be is mutat. De mellett úgy gondolom, hogy az igazi ajándékot akkor hozták ezek az együttesek, amikor eljöttek, és hozták a saját kultúrájukat, annak egy-egy darabját, hozták zenéjüket, és hozták táncukat, és csodálatos estéket adtak, ajándékoztak nekünk itt.
A tervek szerint jövőre újabb néptánccsoportok látogatnak el hozzánk, így más nemzetek kultúráját is megismerhetjük majd a következő néptáncfesztivál során. Az Icsi színpadot még nem bontották el, ez nem véletlen, hiszen a királyi napok egészen augusztus 20-áig dübörög még. Lesznek kulturális és egyéb más érdekes programok. Aki például könnyűzenei programra vágyik, az Anna and the Barbies Kis Tibivel kiegészülve érkezik majd, aki pedig néptáncra vágyna még egy kicsit, az a Talpra magyar elnevezésű rendezvény is részt vehet majd. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!